kívánok mindenkinek, én Lilcsú vagyok, és itt a Klasszik Kaszni legújabb műsorában üdvözlünk mindenkit. Mai alanyunk egy 1979-es Citroën 2 CV, becenevén Citroën Kacsa. A Citroën még a háború kitörése előtt fogott bele egy kistermetű népautó tervezésébe, amit a párizsi autószalonon mutattak be 1948-ban. A 2 CV az egyben egy utalás is az autó adózási kategóriájába sorolására, ami deux chevaux, avagy kettő ló. A 2 CV-vel a francia gyártó célja az volt, hogy egy olcsó, ám de strapabíró autót dobjon piacra, amit főleg tanyasi szolgálatba és vidéki használatra szánt. Egyesek csak a szántóföldek királynőjeként emlegették, mások pedig azt állították, hogy a felfüggesztése oly stabil, hogy ha egy kosárnyi tojást raksz bele, akkor az még a szántóföldeken sem esik le, vagy törik össze. Az autó beceneve egyszerűen csak Kacsa, ami arra utal, hogy a típus rajongói bíztak benne, hogy ezt a rút kiskacsát előbb-utóbb csak áttervezik, és akkor majd egy szép hattyú állhat belőle. Hát sajnos ez sosem valósult meg. Az 1948 és 1990 között gyártott Citroën kacsákból közel 6 millió példány hagyta el a gyártósort, de hogyha az összes többi Citroën modellt is hozzászámoljuk, ami az alapjaira épült, akkor ez a szám majdnem, hogy eléri a 9 millió darabot. Az autó főbb vetélytársai a Fiat 500, a Volkswagen Bogár, valamint a Renault 4 CV voltak. A széria annyira sikeresnek bizonyult, hogy Franciaországon túl, Spanyolországban, Portugáliában, Uruguayban és Argentínában is gyártották. Az autót több mint 40 éven keresztül egy kéthengeres léghűtéses boxermotorral gyártották, amit először egy 375 köbcentis, mindössze 9 lóerős erőforrás hajtott, majd ez továbbfejlődött egy 602 köbcentis, kapaszkodjatok meg, 29 lóerős változattá. Továbbá a motort egy 4 fokozatú manuális váltó is segítette. Ahogy eddigi videóinkban is, úgy a mai napon is megszólítjuk az autó tulajdonosát, úgyhogy át is adnám a szót Tímár Gábornak. Francia parasztembereknek a kiszolgálása, a deux chevaux név, ugye a 2 CV, ugye ered a két lóból, a két lót volt hivatott kiváltani. Tehát azért kapta ezt a nevet, hogy kiváltsa, és helyette a két ló helyett a falusi paraszt embernek legyen ásót, kapát, csákányt, stb. Szállítani. A kabrió kivitel se arra szolgál, ami luxus elképzeléseinket, hanem hogy a kaszanyél beleférjen, akármilyen hosszan, vagy még a létra is, ha kellett. Aztán ez az autó, tulajdonképpen ez az autotípus párhuzamosan született a 30-as évek második felébe a Volkswagen Bogárral, amiről ugye tudjuk, hogy a nevét nem mondom ki a tömeggyilkosnak, akinek a megbízásából Ferdinand Porsche átadta neki a Volkswagen Bogár terveit, amiről mint utóbb kiderült, és ez elég fontos adalék, ami hál' Isten ennél el nem mondható, hogy ezt is a mi Barényi Béla nevű magyar mérnök, magyar származású mérnökember munkáját lopta el a Ferrari, vagyis a Porsche, Ferrari, szegénykét ne keverjük ide, a Porsche, amit aztán 1951-ben performájában egy, azaz egy euró, nem akkor még márka volt, egy márka ellenében meg is nyert a Barényi Béla, akiről azért, bocsánat, egy mondatot tudni kell, hogy későbbiekben a Mercedes gyárnak volt a biztonsági részlegnek a főmérnöke, aki megtervezte a biztonsági kormányoszlopot, a biztonsági utazófülkét, stb. Tehát ilyen nevek is fűződnek hozzá. Ezt azért tartottam fontosnak hozzátenni, mert ugyanabban az időben született, amikor a Volkswagen Bogár ebbe a bizonyos elég csúnya környezetbe. Tudni kell még róla, nem erről, hanem még egyszer a típusról,
hogy a náci megszállás idején, Franciaország náci megszállása idején a Citroën volt az egyetlen, aki ebből már, és tudni kell, hogy ő már legyártotta 200 darabot ebből a kacsából, egy különbséggel, kéthengeres boxermotor volt, az is csak vízhűtéses. 200 darabot legyártottak, és a megszállás idején azonnal szétszették az összes darabot, megsemmisítették, három darabot a háború után megtaláltak egy padláson, és utána összerakták, óriási becsbe tartják mai napig a Citroën Múzeumban. Ellentétben a említett Renault céggel, amelyik hát úgy tetszik, nem tetszik, kollaboránsként igen sok haditechnikát gyártott a német megszállóknak. A Citroën becsületére mondja, rögtön a szívemhez is nőtt, soha erre nem volt hajlandó, és ezért csúszott ki ez a típus háború utára. Tehát 1948, azért pontosítok csak annyiba, hogy a 48, annyiba pontosítom a számot, hogy a sorozatgyártás, tehát a bemutatása az előbb volt, de a sorozatgyártása ennek a típusnak 1948-ban indult. A lényege, ami megszülte ezt az autót, ugyanaz a koncepció, mint a Bogárnál, vagy az 500-asnál, hogy a teljes technikai rész egy tömbbe álljon össze, egy tömb. Értsük ez alatt, motor, váltó, kihajtás, itt ennél még odáig is elfajult a dolog, a fajulás, tegyük idézőjelbe, hogy még a féket is behozták a sebváltóra, és nem kint van a kerekeken. Pontosan az egy tömb. Ez miért is volt? Azért volt, hogy a francia parasztember kint a Szántóföldön bedöglött neki az autója, két ember odament, kivette, megjavította, visszatette, tovább ment. Tehát az a funkciót ellátta, amiért volt. Rengeteg technikai megoldás van, és itt térnék ki azokra a részletekre. A négy független kerék felfüggesztés, ami még ma is elég forrad, vagy elég ritka, mert költséges, abban az időben, tehát már 48-tól a sorozatgyártásban is az összes négy független kerék felfüggesztéssel készült, ami biztos, és óriási rugó amplitúdóval. Értsük az alatt, hogy nem szeretik a gumisok ezt az autót mai napig emelni, mert nincs olyan hosszú emelőjük, ami annyit tudjon emelni, mint a rugó amplitúdó. Ezért nem is fölborítható ez az autó. Hát persze ez köszönhető az alacsony súlypontjának is, a boxer motorból következve. Maximum az ilyen kövér ember, mint én, az rontja a súlypont magasságát, de hát ezt a részét hagyjuk, ez inkább rám nézve. Tehát az autó születéséről ennyit. Ez az autó már most viszont átérnek a konkrétra, ez 1979-ben gyártották, akkor is érkezett, és ami itt fontos, Magyarországra. Ez az autó első perccel a mai napig magyar tulajdonban van. Nem esküszök meg rá, de a papírok szerint, meg a elmesélés szerint egy vidéki orvosnő kapta meg ezt az autót, az akkori, tudni kell, az akkori 72-es Merkur vállalattól, mert az volt az egyetlen. És volt egy ilyen szerencsés időszaka annak a Merkur vállalatnak, bocsánat, ha csapongok, nem tudom, hogy baj-e, volt egy ilyen szerencsés időszaka a Merkurban, amikor nem volt elég szocialista autó, ami érkezett, és akkor behoztak Renault 4-eseket, 2 CV-ket, akkor jött be egy jó pár Volkswagen Bogár, de már azok a jó 1003-asok, és elég sok ilyen külföldi, hát amihez persze nagyon nehéz volt hozzájutni, vagy piros könyv kellett, vagy egy orvosi diploma. Ebből a kettőből is a piros könyv kicsit többet nyomott. Lépjünk rajta túl, ahogy túlléptünk a Bogár születésén is. Tovább erről a konkrétot, tehát ezt 79-ben állították forgalomba itt Magyarországon, akkor is gyártották, mai napig egy percre se volt kivonva a forgalomból, jó, teljes felújításon esett át. A lakatos munkában egy szegedi kollégák, aranyos emberek segítettek, lehet, hogy a vágóképeken majd, ha sikerül, akkor bejön. A teljes műszaki felújítást meg én csináltam. Hát, hogy pont ő erre igen egyszerű a válasz, mert viszonylag tűrhető áron 2016-ban vettem én meg. Műszakilag használhatatlanul, Trérere hoztam haza,
de a karosszériája a képeken látható, meg volt úgy csinálva, hogy vannak kifogásolható. Műszakilag már nincs kifogásolható, mert mindent, és tudni kell róla, hogy a világon mindent lehet hozzá kapni, innen a hátsó csavartól a legelső csavarig mindent. Igaz, hogy Franciaországból érdemes rendelni, mert úgy olcsóbb és autentikusabb az alkatrész. Na de akkor most rólam, hogy én miért pont ezt, és elnézést a kis egoizmusért. Egész egyszerűen nagyon durva és ronda évszámot fogok mondani. A 60-as évek második felébe szerettem bele a Citroenekbe. Azt miért? Azért, mert 67-ben voltam én autószerelőipari tanuló. Ugye mondtam, hogy nagyon ronda számot fogok mondani, hát ez volt az. És ez a 67-ben nekünk a tankönyvünk íróját úgy hívták, biztos mindenki fogja, fölkapja a fejét és ismerős lesz, hogy Surányi Endre. Surányi Bandi bácsi, akkor már mi így hívtuk, az ő szerelme mindig a Citroen volt. Tehát a tankönyvben mindig minden műszaki magyarázat vissza lett vezetve Citroenre. Ő neki az volt a színe csücske, volt is sokkal rá, mert műszaki, mindig forradalmi, műszaki forradalmi megoldásokat csinált. De egyébként ehhez tudni kell, hogy olyan műszaki értelmisége volt Magyarországnak, akik sajnos a legtöbb kint kamatoztatta, de a teljesség igénye nélkül egy-két nevet mondok, mint Bánki Donát, Csonka János, Jedlik Ányos, ugye a Dinamo föltalálója, mondjuk Jendrasik, a hajóadagolóknak a megalkotója, más közlekedési ágból mondjuk Kandó Kálmán a vasút elektromosítása, vagy akár a repülésből például mindegy, mert ha eszembe jut, mondom többet is. Csak azért mondom, hogy ilyen nevek voltak, de ebbe a névsorba beletartozik a legelejére Galamb József például, akinek a nevéhez fűződik a tízes, tehát 1910-es években a Ford gyár, az amerikai detroiti Ford gyár felfutása. Ugye lássuk a szalagon való autogyártás, T. Ford világon mai napig nem előzték meg a eladott mennyiséget, és a automata váltó. Hát ha ez a szegény Galamb József itt maradt volna nekünk Magyarországra, és különböző okok miatt nem kellett volna kimennie, akkor ma Európában lenne mindenhol automata váltó, és az amerikaiak vezetnének manuálisan. De hát nem így történt, hanem a Galamb József ott találta föl a bolygóműves automata váltót, így az amerikaiak lettek a lusta emberek, mi lettünk a manuálisak, de jobban jártunk. Úgyhogy csak ennyit a magyar nevekről. Visszatérve erre az autóra, ez, hát nem tudom, most vagy közben mutassunk műszaki megoldásokat, mert tudni kell az autó lényege. Amit elkezd az egy tömbbe gyártott hajtórendszer, és mindenben a puritanizmus szélsőséges kivitel. Mint ahogy például egy Volkswagen Bogárban azért van kurblis ablak, ebbe csak ilyen vicces ablak. Tehát semmi. A biztonság és a vezethetőségen kívül semmilyen kényelmi berendezés nincs. Mondják is egyébként a kacsások, mikor találkozón vagyunk, hogy ennek több nagyon jó tulajdonsága van. Például a legjobb tulajdonsága, hogy nagyon zajos, rendkívül kényelmetlen, borzalmasan büdös, irdatlanul csúnya. És ezt még lehet fokozni, de ebbe rejlik neki a szépsége, az eredetisége és az izgalma. Hát könyörgöm, egy veterán autónál ez a kihívás, és ettől lesz izgalmas. De mindenki kínosan vigyáz, hogy próbáljuk, tehát a klubtársaknál próbáljuk az autentikusságot, az eredetiséget a végsőig visszahozni. Az ablak nyitása, a szellőztetés természetesen csak az első ablakon van, az is egyetlen billentéssel vagy visszacsukása. Klímaberendezéssel is rendelkezik ez az autó, Bálintnak már mutattam menet közben, egy ügyes kis mechanikai tekertyűvel ki lehet nyitni egy kis kopoltyút, amin van egy ilyen fém háló, hogy a bogarak ne jöjjenek be, de a klíma jön.
Tehát nyáron meleg, télen hideg. Isteni megoldás, de jó. A luxust képviseli a kabrió-szerűség, amit az előbb említettem. Látjuk, le lehet tekerni a tetejét, ami tulajdonképpen csak pont arra jó, hogy még a Bálintnak is meglobogtatta a haját menet közben, ez ténykérdés. És amúgy igazi értelmes funkciója, kényelmi funkciója nincs, ellenben be lehet rakni a létrát, meg elmondtam már mi mindent. Az autó szerelhetősége, ha végtelenségig van leegyszerűsítve. Mind a két oldalon egy darab fekvő rugódob van, tehát vízszintes rugódob, és két kis pálcára van fölfüggesztve egyenként az futóművek. Az a két kis pálcával egy menettel korlátlanul állítható az állandó hasmagasság. Ez is rendkívül primitív, de megoldható. Pont ebben rejlik az a lágy és megbízható rugózása, ami a tojást egybe tartja a szántóföldön, amiről beszéltünk. És itt nem csak a sofőr tojásáról, hanem a behelyezett kosárba lévő tojásról is van szó. Ne zavarjuk a szembejövőket a jól megpakolt autóval. Fölemelkedés esetén belül egy mechanikával, egy tekerővel lejjebb tudom az egész kis vicces fényszórót állítani. A lényeg, egy mozdulattal kiszedhető ülések, egy mozdulattal ledobható tető, így akár a vásárba kivitt komplett szarvasmarhát, lovat be lehet pakolni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nézzetek minket legközelebb is. Sziasztok!